Ezek a műtárgyak agyúgyi gyűjteményben láthatóak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt a különleges porcelánokat bemutató tárlat és minden kiállítótér zárva tartott. Mostantól azonban ismét várják a látogatókat minden galériában. Szerencsére június 19-től megnyitott az összes kiállítás itt a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Zsolnai Aranykor a gyógyi gyűjtemény, a Rózsaszín Zsolnai kiállítás, a Család és gyár történeti kiállítás, a Látvány manufaktúra, a Kesztyű manufaktúra, a Labor Interaktív Varázstér, a Planetárium, a Zsolnai Mauzóleum, tehát tényleg minden, amit a turisták és a pécsiek szeretnek. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Mi arra kérjük a látogatókat, hogy a beltéri látnivaló esetében viseljenek maszkot és ügyeljenek a biztonságos távolságtartásra, de amúgy semmilyen különös korlátozó intézkedés nincsen. Mi is megtettünk mindent, helyeztünk egy kézfertőtlenítőket, úgyhogy megvan a lehetőség arra, hogy abszolút lehet jönni. Illetve az még érdemes tudni, hogy nem csak a Zsolnai negyed kiállításai nyitottak meg, hanem ugyanígy a belvárosban az Ókeresztény sírkamrák, a Cella Szeptihóra látogatóközpont, illetve a Középkori Egyetem is újra várja a látogatókat. Nem csak a kiállítások, hanem néhány műtárgy is várja már a látogatókat. A Zsolnai negyed munkatársai kedves meglepetéssel készültek a tárlatok iránt érdeklődőknek. Elég hosszú volt ez a vírus miatti bezártság, és a műtárgyak is már nagyon hiányolták a látogatókat, úgyhogy kedves, humoros üzeneteket találhatnak itt a látogatók, amit egy-egy műtárgy mond el nekik, és így fejezik ki ezek a műtárgyak is a viszontlátás örömét. Ezek a Zsolnai Aranykor a gyógyi gyűjteményben, a Rózsaszín Zsolnai kiállításon és a Család és gyár történeti kiállításon találhatók meg. A marketing osztály munkatársainak a fejéből pattant ez ki, és az apropó tényleg az adta, hogy hát hasonlóra nem igazán volt példa. Nagyon-nagyon vártuk már, hogy kinyithassunk és újra fogadhassuk a látogatókat, és amikor ez megtörtént, akkor nagyon örültünk ennek. Úgyhogy ezt az örömöt, izgatottságot és lelkesedést próbáljuk meg kifejezni ezzel a kedves kis gesztussal. Bár a gyógyi gyűjtemény, a rózsaszín kiállítás, a Cella Szeptihóra és az örökségkezelő minden helyszíne nyitva áll, a vállalat felhívja a figyelmet, hogy a látogatók lehetőség szerint tartsák be a másfél méteres távolságot. Ezért célszerű a kiállítások időpontjairól és az árakról a Zsolnai negyed honlapján tájékozódni. Az állandó látnivalók mellett újraindulnak a kulturális tér ingyenes programjai is.
július 1-től indulnak újra a Zsolnai Kert című projektnek a programjai. Ezekről azt kell tudni, hogy ingyenesek, és a közösségépítést, illetve a tartalmas kikapcsolódást célozzák. Minden korosztályt megcéloznak ezek, tehát a babáknak is vannak benne programok, de ugyanígy a szenior korosztálynak is, őket például szenior táncra várjuk. Úgyhogy júliusban már teljes gőzzel üzemelnek ezek is, és itt a Zsolnai Kulturális Negyedben érhetők el. Érdemes erről is a honlapon tájékozódni, hogy pontosan melyik nap melyik program várja a látogatókat. A tavaly elindított Zsolnai Kert Közösségek a Zsolnai Negyedben című programsorozat 18 hónapon át több száz ingyenes programmal várja a látogatókat, csak úgy, mint az állandó és a hamarosan nyíló időszaki kiállítások.